Köszöntöm nézőinket! Önök a Pécsi Egyházmegye Hitvallás című műsorát látják, tartsanak velünk! A békéért zarándokoltak, mintegy ezren tették meg a 25 kilométeres utat. Mojnek Antal Pécsett, lelki gyakorlatot vezetett a Caritas önkénteseinek a nyugalmazott Munkácsi püspök. Pedagógus napi ünnepség, a kiemelkedő tanári munkát díjazták. 15 millió forintos beruházás, felújították a Borromei Szent Károly templomot Majson. 2021. január 6-án vízkeresztnapján szentelték püspökké Felföldi Lászlót. A Pécsi Egyházmegye új főpásztora akkor úgy fogalmazott, püspöki szolgálatának első évében Baranya és Tolna megye közösségeivel, lakosaival szeretne megismerkedni. Most a püspök atya köszönti a nézőket. Mindenképpen egy nagyon különleges, rendkívüli év volt, ez a nyitás éve volt. Elkezdődtek újra a programok, újra részt vehettünk mindenen, és én megéltem valójában ennek az egyházmegyének az úgynevezett közösségi hit életi programjait, végre ott lehettem mindenütt, és ezért nagyon hálás vagyok. Nagyon gazdag ez az egyházmegye, sok-sok csoda, öröm, szeretet van benne, és a következőben valójában ezeket szeretném megerősíteni, és különösképpen figyelni minden egyházközség saját életére. Abban szeretnék segíteni, gondolatokat, üzeneteket adni, embereket segíteni, hogy minden egyházközségnek legyen egy saját kis hitéleti programja, ünnepe, erősítő találkozói családoknak, gyermekeknek rendszeresen, és ugyanakkor meg a nagyobb ünnepekben különösképpen ehhez hozzáadva. Hisz az hitéletünk, a keresztény életünk, az az egyházközségek élete és a családok élete. A békéért zarándokolt a Pécsi Egyházmegye közössége május első szombatján. A Pécs és Mária gyűjt közötti 25 kilométeres szakaszt csak nem ezren tették meg együtt. A zarándoklatot záró ünnepi szentmisét a Mária gyűjti kegytemplomban mutatta be Felföldi László megyés püspök. 2009 óta szervez zarándoklatot a Pécsi Egyházmegye májusban Mária gyűdre. A Covid-járvány miatti szünet után idén a békéért ajánlották fel az utat. Az egyházmegye egész területéről érkezett hívek, akik Kertvárosban a II. János Pál útjánál gyülekeztek. Sokan voltak, akik először vettek részt ezen a közösségi zarándoklaton. Mi általában szoktunk járni ilyen zarándoklatokra, és az interneten böngészve futottunk bele a püspök atyának a meghívásába, akivel személyes kapcsolatunk is van, mert ő adott minket össze. És hát erre a meghívásra mindketten úgy éreztük így belső indítatásból, hogy szeretnénk eljönni, meg hát úgy hallottuk, hogy a járvány miatt sem valósult meg sokáig ez a zarándoklat, úgyhogy mindenképpen szerettük volna kipróbálni, és hogy mi a lelki indítatás, hát sok üzenetet hoztunk a szívünkben, sok mindenért kell imádkoznunk, sok mindenért adunk hálát, és ezeket a szándékokat szeretnénk felajánlani. Nagyon sok dolgot hordozok a lelkemben, amiért hálás vagyok a Jóisten, illetve amit szeretnék még kérni, illetve ennek a zarándoklatnak a fő üzenete, ugye most a békéért indulunk útra, ez szerintem nagyon fontos a mostani időszakban. A hívek közül többen sokatszor tették meg a lelki feltöltődést adó zarándokutat. Szerintem amióta van, talán egyen nem voltam, és nagy örömünkre, amikor most 2 évig nem volt szabad menni, mi azért ketten akkor is elmentünk, de hát meg az előtte levőre is, meg Bátára is, de hát azért nyilván váltuk már azt, hogy együtt mehessünk, mert azért mégiscsak más a hangulata a közösségben, úgyhogy ezt most még különösen nagy örömmel megyünk most együtt. Én nekem is a 4. zarándoklatom, és nagyon örülök, hogy végre megint offline tudunk zarándokolni. Én amikor 2020-ban nem szabadott menni, akkor a lányommal végigmentük. Tavaly már Ildi is csatlakozott, úgyhogy mi voltunk, akik így megtartottuk ezt a folytonosságát, hogy ne szakadjon meg. Az egyházmegye intézményeiből is sokan érkeztek a zarándoklatra. Én azt várom, hogy végig tudjam sétálni ezt az egészet, és ennyi. Elég rossz, hogy mi történik most a mai világban, háborúk, meg főleg ez a vírus. A 25 kilométeres utat csak nem ezren tették meg együtt. A zarándoklat vezetője, Felföldi László megyés püspök főpásztorként most először zarándokolt a hívekkel közösen Pécsről Mária gyűdre. A megyés püspök minden résztvevőnek megköszönte, hogy kiki a maga módján hozzájárult ahhoz, hogy ez a nap lelki feltöltődéssel és megérkezéssel érjen véget. Felföldi László kiemelte, hogy a világban zajló háború
háborút és a bennünk dúló harcot csak is szeretettel lehet megállítani. Természetes, hogy a világ tragédiája nem csak az ukrajnai háború, hanem minden háború, ami most zajlik valójában. De hát ez van itt közel, ez van a szemünk előtt. Figyelmeztet bennünket a saját háborunkra, a saját életünk kríziseire, hogy abban is hogyan vagyunk, és a béke az először a szívben akar megszületni. Mindnyájan erre vágyunk, a békés, örömteli szeretetre. És ezt tanulni kell, ezt akarni kell, ezért áldozatot kell hozni. És ezért kell egy zarándoklatra is elindulni időnként, hogy kimozduljunk a saját életünkből, és nézzük meg, hol nincs béke, miért nincs béke. És hiszem, hogy egy ilyen út mindig megtisztít, elgondolkoztat, új fényeket, új reményeket hoz, és amikor megérkezik az ember, akkor rátalál erre a szeretetre, és rátalál erre a biztonságra. Hát én nagyon boldog vagyok, hogy nagyon sokan eljöttek, és láttam az arcokon, hogy örülnek ennek a jelenlétnek, ennek a találkozásnak, Istennel, önmagukkal, és az embertársaikkal. Az egyházmegye kiemelt kegyhelyén írásos dokumentumok tanúsága szerint a 17. század vége óta csodás gyógyulások és Mária jelenések történtek. Az évszázadok során számtalan zarándok keresett vigasztalást, testi-lelki gyógyulást a Mária gyűdi szűzanyánál. A zarándoklatok ma is lehetőséget nyújtanak az elcsendesedésre, a bizalom, a hit megerősítésére, a közösség építésére. A Pécsi Egyházmegyei Karitász munkatársainak lelki gyakorlattal egybekötött találkozót szerveztek május 21-én Pécsen. A lelki gyakorlatot Majnek Antal nyugalmazott munkácsi püspök vezette, aki egy szentmisét is bemutatott a Székesegyházban. A találkozóra szerte az egyházmegyéből érkeztek az önkéntesek. Majnek Antal nyugalmazott munkácsi püspök szentmisét mutatott be a pécsi Székesegyházban május 21-én. A Pécsi Egyházmegyei Karitas önkénteseinek lelki gyakorlattal egybekötött találkozóját rendezték ezen a napon, amit a mise után a Magtárban tartottak a nyugalmazott munkácsi püspök vezetésével. Az ukrajnai háború, a segítségnyújtás fontossága, az Istenhit volt a találkozó középpontjában. Mint püspök, először is arra gondolok, hogy lehet ezt mondanunk, hogy Isten velünk, bárkinek, de hogy én vele vagyok-e, ez egy nagyon fontos kérdés. Mert ha én is ráfigyelek, ráhallgatok, akkor egész biztos, hogy ő segít engem a saját bensőmben is győzni, és a környezetemben is, akár az egész ország számára az Úristen ügyét győzelemre segíteni, például a békére, a nem megalkuvásra, a kibékülésre. Tehát, hogy inkább a tárgyaló asztalnál üljünk, és ott böjtöljünk, imádkozzunk, ahogy például a pápa választáskor is be vannak zárva a víborosok. Én ebben hiszek, hogy ez lehetne minden háborúnak a megelőzése, ahogy az apostolok között is tegnap hallottuk, igen, az olvasmányban, hogy volt náluk is nézeteltérés a nacionalista gondolkozású zsidók és a latinok, illetve a görögök között, meg a karitász témában is éppen volt talán az első nagyon komoly feszültség, de összejöttek, imádkoztak, Isten velünk, Jézus köztünk, és addig imádkoztak, beszélgettek, amíg meg nem találták a közös nevezőt. Nem választás volt, nem legyőzték a kisebbséget, meggyőzte őket maga az Úristen, akire mindannyian figyeltek. Tehát én ebben hiszek, és nagyon bizakodom ebben, hogy nem csak a imádság, nem csak a bőjt, mert van hál' Istennek, főleg Kárpátalján ezt tapasztalom, egész Ukrajnában a hívő emberek ezt teszik, de hogy, ahogy említettem, Viktor Frankl-t a templomban is, ez a sokat szenvedett zsidó ember arra a szép megoldásra jutott, hogy nekem kell változni. A szenvedésnek ez a fő értelme, nekünk kell változni.
és ez alapján, a fölismerés alapján ő nem csak a logoterápia tudományát alapította meg, és járta be a világ 130 egyetemét ezt tanítva, hanem meggyőz ma is sokakat, még merném mondani a nem hívőket is, akik őt hiteles embernek tartják, hogy ez működik. Hogy én azzal járulok hozzá a világ békéjéhez, ha én a fejemben megbékülök Istennel, fele barátaimmal, és még önmagammal is. Az első reakciója az volt, ami egyházunknak, papjainknak is nagy örömmel láttam, és a Caritas dolgozóknak, hogy fogadták a menekülteket. Segély még nem jött akkor sehonnan, de rögtön megosztották velük nem csak a szobát, a lakást, a kollégiumainkat megnyitottuk, az egyházi üresen álló intézményeinket, lelki gyakorlatos házakat például rögtön megteltek, és akkor először mi gyűjtöttünk. A Caritas önkénteseinek is óriási munkát jelent a menekültek segítése. Éppen ezért fontosak azok az alkalmak, ahol találkozhatnak egymással, plusz energiát kaphatnak. A Caritas önkénteseik, akik szolgálatot teljesítenek az egyházmegye területén, az ő részükre egy lelki gyakorlatos alkalmat, egy találkozást szerveztünk meg, mert szükség van arra, hogy ne csak a munkába legyünk együtt, hanem a találkozásba is. A mai napnak egy rendkívüli apropója az, hogy el tudta fogadni a meghívást az a személy, aki közel 30 éve, több mint 30 éve Kárpátalján munkácson végez missziós szolgálatot, Majnek Antal püspök atya, és hát az ő jelenléte az még egy plusz hozzáadott érték ez a mai naphoz, hiszen ugye az elmúlt hónapoknak az eseményeit látva, ugye mindenki tudja azt, hogy mi történik, és a pécsi egyházmegye területén, pécsi emberek, az egyházmegye területén élő emberek rengeteg adománnyal segítették a kárpátaljaiakat, és ott a határon is találkoztunk püspök atyával, aki ezeket az adományokat továbbította, aki ott segítőszolgálatot végez, úgyhogy hát a mai napnak ő a fő apropója, de igazából a találkozás az, hogy együtt tudjunk lenni, ez az igazán fontos mai napban. Mindenképpen az nagyon-nagyon fontos, hogy a feladat az folyamatosan van, de vannak pillanatok, amikor meg kell állni, amikor át kell egy picit gondolni, amikor le kell ülni, amikor találkozni kell, és ez a nap, ez pont erről fog szólni, úgyhogy szükség van rá, nagyon lelkesek az önkénteseink, de néha hát nyilván elfogy a lelkesedés, elfogy a lendület, meg kell állni és fel kell töltekezni. A jelenlévők megismerhették a kárpátaljai Caritas szervezetek munkáját is, azt a segítségnyújtást, amit ők adnak kint a menekülteknek. A lelki gyakorlaton mintegy 160-an vettek részt a pécsi egyházmegyei Caritas szervezésében. Idén május 20-án tartotta meg a pécsi egyházmegye pedagógus napi ünnepségét. A püspöki szentmise után Felföldi László megyés püspök adta át három pedagógusnak is a Szepesi Ignác életműdíjat kiemelkedő tanári munkájuk elismeréseként. Baranya és Tolna megye összesen 24 egyházmegyei fenntartású intézményében dolgozó pedagógusát köszöntötték május 20-án. A pedagógus nap főpásztori szentmisével kezdődött a Szent Péter és Szent Pál székesegyházban, ahol Felföldi László megyés püspök szentbeszédében a pedagógusok Istentől kapott különleges hívására hívta fel a figyelmet. Az ünnepség a Szent Mór iskola központ sportcsarnokában folytatódott. Köszöntőbeszédében a főpásztor nehéznek és rendkívül fontosnak értékelte az iskolákban, óvodákban oktatók munkáját, akik a jövő nemzedékét formálják, alakítják. Az egyházmegyei pedagógus napon Szabó Gábor kommunikációs tréner tartott szakmai előadást, majd Felföldi László megyés püspök és Tóth László az egyházmegye közoktatási főmunkatársa adta át a kiváló pedagógusi munka elismeréseként a pécsi egyházmegye 71. püspöke emlékére alapított Szepesi Ignác díjat. Idén Nagy Ibolya, a Siklósi Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Molnárné Fodor Andrea, a Paksi Balogantal Katolikus Óvoda Általános Iskola és Gimnázium pedagógusa, valamint Tomposné Kovács Edit, a Pécsi Szent Mór Iskola Központ tagóvoda vezetője vehette át a rangos elismerést. Nagyon fontos az elismerés, hogy hihetetlen nehéz,
és rendkívül fontos munkát végeznek az iskolában a pedagógusaink, hisz a jövő nemzedékét formálják, alakítják. A díjazás mindig egy, azt gondolom, egy odafigyelés, egy elismerés, és igazából mindig egy ember kapja, de valójában a közösség kapja. És itt most az egyik iskolatanárikkal együtt állt föl. Ez egy példaértékű. Látszik, hogy mindenki boldog, mert nem az volt, hogy na valakit kitüntettek, hanem együtt éreztek, együtt ünnepeltek. És ezt szeretném az iskolában, a tanári karokban megélni, hogy nyilván valakiket ki kell emelnünk, de ugyanakkor az mindig az iskolának, annak a közösségnek szól. Ez egy jutalom, ez egy odafigyelés, egy hálaadás, egy köszönet azért a szép, eredményes, gazdag munkáért, amit végeznek. 1996. szeptemberében kerültem a Siklósi Szent Imre Katolikus Általános Iskolában. Előtte 1983-ban egy kis hátrányos helyzetű településen, Alsó-Szentmártonban kezdtem el tanítani. Az én filozófiám az volt, hogy szeretettel és bizalommal tanítani, illetve szeretettel és bizalommal fordulni egymás iránt. És én úgy gondolom, hogy a munkám során ez be is teljesedett. Tehát így jutottam előre, és így váltam eredményessé a gyerekek körében. 25 éve tanítok a Paksi Balog Antal Katolikus Általános Iskolában és Gimnáziumban. Alsó tagozatos tanítóként, alsóban magyar és énektantárgya tanítok, illetve drámapedagógusként a felső tagozatban. Én nagyon fontosnak tartom a gyerekek személyiségfejlődését, személyiségfejlesztését, és az 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 poétikám, hogy ha a gyerekek tanórán vagy a tanulásban nem kapnak sikert, nem jutnak sikerélményhez, akkor az tanórán kívüli tevékenységek kapcsán, tehát értem ez alatt a művészeti tevékenységeket, ennek kapcsán szerezzenek sikerélményt. Ezért én színjátszó szakot szerveztem már évek óta, és a gyerekek egy másik oldalukról mutatkoznak meg, és örülnek és boldogok, hogy fejlődik bizonyos személyiségjegyük. És én ezt tartom az politikámnak, hogy sikerélményhez, örömhöz juttatni a gyereket, boldog gyerekként éljék meg a mindennapjaikat. 2014 óta vagyok a Szent Mór Katolikus Iskola Központ tagintézmények az óvoda vezetője. Akkor vette át az egyházmegye az intézményt, akkor lett katolikus intézmény. Nekem nagyon nagy élmény és nagyon különleges dolog az, hogy a gyerekeket bevezetjük a hitnek a világába, és hogy ezeket a keresztény erényeket át tudjuk adni a gyerekeknek. A mai rohanó világban nagyon fontosak, azt gondolom, ezek a dolgok. És az óvónőkkel közösen, közösségbe és együtt tudjuk a gyerekeket nevelni. És most már van egy csodálatos új intézményünk, ami mindenre lehetőséget ad. Az ünnepség az egyházmegyei intézmények diákjainak zenés műsorával zárult. Földi László pécsi megyés püspök április 10-én virágvasárnap áldotta meg a felújított Borromei Szent Károly templomot Majson. 15 millió forintból teljesen megújult a templom homlokzata és födéme, valamint egy kültéri kőkereszttel is gazdagodott az egyházközség. A templom és a kőkereszt megáldásával, majd barkaszenteléssel kezdődött a virágvasárnapi ünnepi szentmise Majson, a Borromei Szent Károly templom kertjében. Felföldi László megyéspüspök megköszönte mindazok munkáját, akik hozzájárultak ahhoz, hogy megújuljon és megszépüljön a templom és környéke. Urunk Jézus Krisztus, aki eljöttél hozzánk, hogy közöttünk lakjál a földön, áld meg mindazokat, akik áldozatukkal és munkájukkal széppé tették ezt a templomot, adj híveidnek hitet és hűséget, hogy ennek a templomnak tudatos és buzgó látogatásával az ő jelenlétük legyen házadnak igazi ékessége. Add, hogy mindazok, akik itt imáikkal hozzád fordulnak, érezzék irgalmas segítségedet,
aki az Atyával és a Szentlélekkel együtt élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az áldás után a hívek együtt a jeruzsálemi bevonulásra emlékezve vonultak be a templomba, majd meghallgatták Jézus szenvedés történetét. Felföldi László megyés püspök szentbeszédében a nagy hét három titkát fejtette ki. Az első titok virágvasárnap, az ünnepélyes bevonulás, hiszen az elindulás mindig örömünnep, fogalmazott a főpásztor. Minden igazi emberi életünk első nagy hétfője, ilyen ünnep, olyan, mint a kódexek, amiben láttunk már, hogy az első betűt majdnem egész oldalasra festik az iniciálé, hogy most elkezdődik valami, ilyen az esküvő. Amikor egy gyönyörű ünnepvel indul két fiatal, egy férfi, egy nő, hogy akkor most család, akkor most élet, akkor most ott van, hogy egy pap szentelé, szintén egy gyönyörű ünnepvel kezdődik. Keresztényét, amikor valaki megkér, és azt érzi, hogy volt az életem itt, eddig, és van mostantól Krisztussal. És akkor egy gyönyörű keresztelés, az egy gyönyörű vélmálás, amikor döntünk Krisztus mellett. A második titok a passió, a szenvedés történet, mely nélkül nem létezik emberi élet. Nem létezik ember úgy. Hívő vagy hitetlen, teljesen mindegy. Passió, szenvedés történet nélkül. Mindenkinek a maga valóságában ott van a szenvedés történet, ahol az élet megaláz, ahol a sors óriási terhelem rá, hogy én magamat olyan helyzetre hozom, hogy azt mondom, ez már nem lesz sok és nehéz. De a mindennapi élet, ez a szenvedés és ez a szeretet történet, ez nem azért, mert jó vagy rosszabb vagyunk, hanem ez az emberi sorsnak a valóságban. Csak emberek, ott kell lenni a szeretetben. A Jézus passiója, Jézus szenvedés történetét keresztül megnézzük, akkor átsüt rajta a szeretet. A harmadik titok a húsvét, a feltámadás, az újrakezdés. Ezzel lesz teljes a kép. Az újrakezdés, a feltámadás. Enélkül nem lehet még igyálni ezt az életet. Senki nem képes egy szuszra végig élni. Jól, lendülettel, kiváló teljesítménnyel. Hanem időként vannak megállások. És akkor újra kezdjük. A feltámadás nem egy misztika, nem egy új elvarázsoló története Jézus Krisztusban, hanem egy valós történet. Ha nem támad föl, utána nincs semmi. Értelmét veszi a kereszt, értelmét veszi a szemet. Akkor az apostolok szétszólódnak, és ma mindenkinek van egy szabad napja, ott, hogy nyugodtan ülhet. De a feltámadás adja azt az erőt, hogy képesek vagyunk újjelkezni, képesek vagyunk megújulni, képes az életünk egy új szeretetre és gazdagságra, azon tudunk tovább haladni. A húsvétból ezt kell, hogy megtanuljuk. A borromei Szent Károly templom sorsa is ez, mondta a főpásztor. Az egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások elnevezésű 2021. évi pályázaton 15 millió forintot nyert a baranyai település. A szakrális épület külsőleg teljesen megújult, valamint a falusi civil alap pályázaton a templom melletti kereszt is elkészült. Önök a Pécsi Egyházmegye Hitvallás című műsorát látták. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!